Egy különleges kiadványt mutattak be Szekszárdon a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. A Szemelvények a modernizált agrároktatásból című könyvet forgató tanulók ugyanis akár három dimenzióban is láthatják a bemutatott állatot, növényt vagy gépet egy magyarázó szöveg kíséretében. Nagyon sok olyan téma van, ami nem csak az agráriumot, de azt gondolom, hogy bárki nagyon szívesen forgatná ezt a kiadványt, és ami fontos célja, én azt gondolom, hogy a pályaorientáció és nagy mértékben elősegíti, egy kicsit rávilágítani arra, hogy ebben a modernizált, digitalizált világunkban ilyen és hasonló kiadványokkal mennyire könnyebben lehet megszólítani a mai fiatalokat. Mi azt tapasztaljuk, hogy az a korosztály, akik hozzánk érkezik 14-16 évesen, ő számukra ez egy kifejezetten érdekes és nagyon hasznos kiadvány. Bozai Péter, az Agrárminisztériumhoz tartozó Herman Otto intézet ügyvezetője elmondta, a kiterjesztett valóság elemeket is tartalmazó kiadvány egyszerre jelent kézzel fogható könyvet és applikáción keresztül lejátszható multimédiás tartalmat is. Megpróbáljuk lekövetni azokat a modernizációs és tananyagbeli fejlődéseket, változásokat, amik az elmúlt években végbe mentek, illetve az elmúlt esztendőknek a többszöri Covid hulláma is bebizonyította, hogy van létjogosultsága, és van szükség a digitális tananyag készítésre. A most bemutatott könyv elsősorban a középfokú agrároktatásban résztvevők számára készült, de az ismeretterjesztés terén vagy a pályaorientáció során is hasznos lehet majd.